Csak most azt nem tudom, hogy... Nem jut róla semmi. Jó. Na sziasztok, sziasztok! Nem tudom, hogy lehet-e, ha rendesen hallani, úgyhogy légy szíves, aki már követ, az írjon nekem annyit kommentben, hogy jó-e a hang, nem súg-e esetleg, itt vagytok velem. Látom, hogy anyukám például nézi, és Péter is megérkezett. Szia, Péter! Úgyhogy megvárjuk, még megérkeztek. Valaki létszi írjon a hangról, hogy milyen. Hogy lehet hallani rendesen. Sziasztok! Oké, szóval lehet rendesen. És nem súg? Péter azt mondja, jó, minden, oké. Jó, na, hát akkor üdvözlök mindenkit, Puc Martina vagyok, és a Perfect Nails oktatója. Ma én fogok nektek live-ot tartani esküvői, illetve mennyasszonyi körmök témában. Mindjárt meg is mutatom, hogy mikkel készültem. Az első sor mintákat fogom nektek bemutatni, az én körmöm is elkészült hozzá, mind a két kezemen ilyen kis cukika. Tehát őket fogom bemutatni, mindjárt megnézzük az anyagokat is, már szépen ide készült, és tesóm véletlenül elindította a telefonján a live-ot. Szóval, jó van, elegen vagyunk. Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra, nagyon nagy szeretettel. Nézzétek el nekem, légy szíves, ha még nem úgy megy, mint a többi oktatónak, ez az első ilyen live-om, és nagyon-nagyon rettentően izgulok. Már a kezem remeg, meg minden ilyesmi. Úgyhogy, na, akkor el is kezdem, mert most már 200 fölött vagyunk, ha jól látom. A kép jó-e? A hang jó-e? És megint sikerült neki. Na, akkor... Én a tesóm kezén fogok dolgozni, ő lesz a modellem, mint mindig, látjátok, gyönyörű körmei vannak. Elasztikos alapon fogok dolgozni, mégpedig az Elastic Silver Shine-t fogom használni kettő körömre, és a másik két körömre pedig az Elastic Cover Pinket, nagyon szeretem. Én őt használom franciához is, és boomerhez is. Mai nap boomert fogunk csinálni, mégpedig az új nyomda és festő zselénkkel. Majd a kamerát le fogom rakni fixre, de egyelőre még a kezemben van, az állványom pedig itt az asztalon. Nagyon szépen apukám csinálta nekem, úgyhogy ezúton is köszönöm neki. Úgyhogy ezzel a nyomda és festőzselével fogok boomert csinálni, és az ombre stickünkkel. Megmondom őszintén, hogy én most barátkozom ezzel a stickkel, mert... Én eddig sminkszivacsot használtam, de nagyon-nagyon kellemes csalódás volt. Most, hát egy pár hónapja. Nagyon-nagyon kellemes és könnyed kis feje van. Nagyon szeretem, és nem mellesleg, nagyon szép. Tehát, ha megnézitek, gyönyörű szép ez az ecset. Jó, menjünk tovább akkor. Fogunk még használni a mintákhoz, úgy természetesen, mint mindenki. Jaj, anyukám, köszönöm szépen! Fogunk használni nullás long és nullás short ecsetet, ugye ezt kb. Minden oktató szokta használni, narancsfapálcát, pontozótűt. Fogjuk használni a krémgélből a fehéret. Ő egy habos, hát mint a neve is mondja, egy krémgél, nagyon szeretem. A virágmintákhoz szoktam használni, mert ha ezzel festek, akkor ad alapból a virágnak egy olyan 3D hatást, amit én nagyon kedvelek, és a vendégeim is nagyon szeretnek. Fogunk egy kis pixi port használni, gyönyörű szép, nagyon szeretem. Aztán fogunk használni deluxe gélt, na hát ő a minden nálam, az egyik minden. Őt lehet fehérben, feketében és színesekben is kapni. Ő egy fixmentes zselé. Ugye őt már nem kell fedni fényzselével a végén, őt nyugodtan lehet a fényzselére rakni. Fogunk szórógyöngyöt használni, amit lehet több színbe kapni a webshopban. Aztán fogunk fehér porcelánport használni, de csak éppen, hogy egy nagyon picit, tehát egy kis kanálnyit körülbelül. Ami azt jelenti, hogy a bőrfeltoló kaparó
mintának a fejét fogom használni, mert az egyik mintához kell majd. Itt van a csoda szép unikorni sporttanító kefém, őt is meg tudjátok venni. Nagyon szeretem, annyira cuki. A vendégeim, képzeljétek el, amikor meglátják, mindenki azonnal átnyúl az asztalon és megsimogatja. Aztán ugye majd olaj a végére, extrém gloss-t fogunk használni, fedésnek velvet matt gélt, nagyon szeretem, annyira kis bársonyos lesz tőle a köröm, nagyon szuper, nagyon szeretik őt is a vendégek. Glue gélt a kövekhez, a szórógyöngyökhöz, ugye a Silver Shine, a Milky Pink, Elastic Cover Pink, és fogunk használni egy ezüst csillámos géllakkot is, hogy szedben lehet kapni. Van benne rozé, arany, ezüst, nagyon-nagyon-nagyon jó. Igen, visszanézhető lesz, mint az összes többi perfect videó, ez is visszanézhető lesz, és a YouTube-on is fent lesz. És akkor elmondom, hogy az én oldalamon is megtaláljátok majd a Winnie Nail Art oldalon a Facebookon, hogyha esetleg rákerestek, és akkor mutatom a kuponkódunkat, mert van az is, 0620 Puc Martina, ezzel 15%-os kedvezménnyel fogtok tudni vásárolni ma 18.00-tól 22.00-ig, vagy 22-e 18.00-ig, bocsánat. És akkor most felhelyezem már a kameránkat, elvileg. Fölteszem, annyit mondjatok majd nekem, hogy a kép oké-e. Mit láttok? Sziasztok! Szia mindenki, aki most érkezik! Milyen a kép? Mennyit láttok belőle? Tesóm gyönyörűséges kezei. Elég világos? Mit mondtok? Nem vibrál ilyesmi? El kell raknom a kéztámaszaimat, a könyöklőimet az asztalról, mert nem fogok tudni dolgozni. Nagyon picit hátrébb rakunk. Oké, és... Jó. Na, hát a tesóm körmét már előkészítettem. Ugye azt tudjuk az elasztikokról, hogy ők nem igényelnek primer, tehát elég, hogyha preppel lekenitek a körmöt. Iszonyat jó a tapadása az elasztikoknak. Én hosszú köröm esetén is szoktam porcelán és akrilgél alá is tenni egy réteget. Nekem a körmöm alatt is van, mert sokkal jobb lesz a hosszú köröm tapadása. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Igen, itt a kuponkód, de látom, hogy Péter is közben hullámzik. Na várjatok, akkor lekapcsolom az egyiket, de így pedig nagyon sötét lesz. Látszik azért valamennyire? Az a baj, hogy én pont semmit nem látok a kijelzőn. Megpróbálok kicsit ránagyítani, hát ha. Jó, elviselhető az a vibrálás, mert most lekapcsoltam a másik lámpát, most csak egy lámpával világítom meg a kezét. Sajnos ennél többet már nem tudok segíteni a fényen. Oké. Okay. Na, jó, álljunk is neki akkor szerintem, mert ki fogok csúszni az időből. Két körmét Silver Shine-nal fogom megcsinálni, a másik kettőt, mint mondtam, akkor az Elastic Cover Pink-kel, és őket fogom boomerezni. Jó, akkor. El nem tudjátok képzelni, mennyire izgulok amúgy, pedig nem szoktam. De most nagyon, és az a legszebb, hogy pont nem látok ettől a lámpától semmit. Tehát előkészített körömre felviszem, ez egy közepesen sűrű, körömágy hosszabbító zselé amúgy, tehát én szoktam vele építeni, és ugye az elasztikokkal lehet építeni, mégpedig pár milliméternyit. Bocsánat. Én úgy szoktam csinálni, ha mondjuk olyan vendégem jön, akinek géllakja van és letörte valamelyiket. Oké. Jó, tedd be létszves a lámpába. Én 30 másodpercig szoktam köttetni, mindenkinél változó. Ugye tudjuk, hogy forrósodik a lámpába. Én az akrilgélnél is szoktam mondani a vendégnek, hogy ha érzi, hogy elkezd melegedni, vegye ki egy kicsit, várja meg, amíg kihűl, aztán mehet vissza a lámpába, nem lesz semmi baja az anyagnak, de ne égesse le a kezét. Ugye meg is lehet felezni a lámpákat, hála Istennek, úgyhogy ki lehet bírni, de azért jobb vigyázni a saját körmeinkre.
Na, szóval azt kezdtem el mondani, hogy a vendégemnek, hogyha hiányzik géllakkos körme, akkor ugyanúgy teszek neki sablont, és ezzel megépítem az elejét. Na. Bocsánat, ha kilógok a képből, csak közben megfejlem a lámpát is. Na, és akkor térjünk rá egy kicsit a mennyasszonyi körmökre, mert ugye az a témakör, elvileg. Így látszik? Jó, oké. Csak teszem közben navigál, hogy mennyire látszik a kép, és mennyire nem. Tehát esküvői körmök, nekem jelenleg most 4 mennyasszonyom van. Hála Istennek, hogy ők a szolidabb kategória, tehát tudom, hogy nagyon szeretik a mennyasszonyok, mehet be, a porcelán rózsákat, meg az ilyen kiálló nagyköveket, stb. Viszont akad a fátyolba, akad a csipkébe, úgyhogy ma direkt azért mutatok nektek olyan mintákat, amik pici lapos minták, hogy ne legyen zavaró a nagy napom. Aki túl van már azon a bizonyos napon, azok írják meg nekem, hogy milyen volt a körmük. Na most az a baj itt. Jó. Tehát, hogyha itt tartom, akkor van benne. Jó. Pont a kuponkód fölött. Az a baj, hogy egy nagyon picit csúszik a kép, ami nálam van, meg ami nálatok. Most megvárom a képet. Jó. Oké. Na, az első mintánk elkészítéséhez szükségünk lesz, ugye erre a csillámos lakra, de csak egy nagyon-nagyon-nagyon pici, éppen hogy egy lehelletnyi fog kelleni belőle. Van nekünk egy ilyen nagyon frankó gyűrünk. Csak nem, az a baj, hogy tökre nem látom, hogy mi történik. Egy pillanat, bocsánat, próbálom belőni, de nem ugyanaz. Jó. A balerina feliratig vid. Na, így jó. Na, megvárom, amíg... Jó, elvileg most oké. Na. Na most akkor elvileg már jó. Tehát van egy ilyen nagyon frankó kis mágnes gyűrünk a Perfectnek. Én ezt fogom most használni több mintához is. Még pedig ide kiteszem az anyagot. Mert éppen, hogy csak egy nagyon picit szeretnék. Picit ránagyítunk, ha tudok. Így meg benne vagyunk a képbe. Oké. Alapból csillámos ugye ez az anyag, de én szeretnék még egy pici csillogást bele. De éppen hogy csak a közepére. Ezt megköttetjük, mehet be. Jó, adhatod is, és én már le is kenem ezt a felületet az Extreme Gloss-szal, amit nem fogok teljesen kiköttetni, mert hogyha a fényt éppen, hogy csak meghúzatjátok a lámpába, akkor nagyon jól fogja vezetni a Deluxe gélünket.
Ugye, ha teljesen kiköttetjük, akkor el tud csúszni rajta az anyag. Viszont ha nem teljes a köttetése, akkor beletapad ugyan, de nem csúszik el. Tehát most fogjuk és ezt lekenjük. Oké, mehet be. Közben ide készítem, ami fog kelleni, a Deluxe Gel, a longecset, a sortecset, szórógyöngy. Próbálok mindent úgy pakolni, hogy lássátok, én is lássam. Ó, a kedvenceim. Jó, adhatod. Megmutatom azért ezt a mintácskát közelebbről, mert most nem tudom, hogy mennyire. Csak annyira nagyon sokat késik a kép a telefonhoz képest. Illetve a két telefon egymáshoz képest. Jó. Oké, remélem azért valamennyire látszódik. Tehát őt fogjuk megcsinálni. Borzasztó lassú. Nem is tudom, merre mutassam. Milyen ecseteket használok? Longot és shortot. Semmi extra. Próbáltam olyan anyagokat összeválogatni, amik a mindennapi körmös munkákhoz is megfelelőek, amiket minden nap használtok, vagy amit minden nap használni fogtok. Na, hát bocsánat, de nagyon késik a hang, a kép ahhoz képest, amit én látok, és amit, ahhoz képest, amit ti láttok. Ez egy long ecset, amit én már megvágtam. Nekem nagyon vastag szokott lenni ez az ecset. Az én díszítési szokásaimhoz ez túl vastag, úgyhogy én kb. Lefeleztem ezt az ecsetet, és már össze is kentem a körmömet. Az ecsetre úgy tudjátok a legjobban felvinni az anyagot, hogyha beledugjátok a festékbe, és enyhén görgető és húzó mozdulattal az ecset nagy felületét belemártjátok a zselébe. Tehát, hogy legalább a feléig, vagy a háromnegyedéig legyen benne az anyag. Én most itt nagyon-nagyon vékonyan megpróbálom berácsozni a körmöt. Ha hallotok kattanást, akkor nem kell aggódni. A fotós vendégem van itt, hogy csináljon egy-két képet itt az eseményekről. Hát, ha az jobban sikerül, mint a videó maga. Azok a bizonyos egyenes vonalak. Oké, és mehet be a lámpába. A kuponkódot közben mutatom, nem tudom végül, hogy mennyi látszik belőle, már nem akarom magam ezen stresszelni, hogy látszik, vagy nem látszik. Ha nem látszik, szóljatok, légy szíves. Annyira cukik ezek a kis ecsetek, úgy szeretem őket. Régen, amikor én elkezdtem körmözni, régen, 3 éve, akkor még nem így néztek ki, de ezek gyönyörűek. Hát nézzétek meg ezt a pontozót például. Álomszép. Majd mindjárt fogom is használni. Adhatod, köszi. Teszünk bele pár pöttyöt a vonalak találkozásához. Oké, és remélem lehet látni. Mehet be. Utána kicsit nehezebb lesz, hogy megfessem ezt a mintát, mert
A kijelzőből nem akarok kilógni, a lámpát tuti, hogy lefejelem. Úgyhogy ide készítjük még a narancshapálcikánkat is. Aztán. Szoktatok próbakörmöt csinálni a mennyasszonyoknak? Én nagyon ritka esetben szoktam, általában rám szokták bízni a díszítést. Volt már olyan, hogy kellett próbakörmöt csinálnom. Azt tudom, hogy a boomer és a francia állandó és örök. Ők mindig favoritok. Viszont csináltam már fekete csipkés esküvői körmöt is. Volt, ami világított. Úgyhogy érdekesek szoktak lenni. Oké, most váltunk a sortecsetre. Azt kell van csúszva. A sortecsetnél most, ahogy felveszem az anyagot, az a lényeg, hogy az ecset fején legyen, álljon meg egy pici gombócba a zselé. Nem tudom, mennyire látszik, de remélem valamennyire, igen. Tehát belemártod, egy kis gombóc deluxe legyen az ecsetnek a végén, és elkezdem a mintát hajlítani. Oké, pici, megvan. Jöhet a fönti. Ezeket a mintákat nem kell túl gondolni, gyönyörűen fog mutatni, ha bármit tesztek is rá. Tehát ez miatt tényleg tök felesleges aggódni. Én a végét meg szoktam húzni csúcsosba egy nagyon picit. Oké. És úgy hozzuk, hogy a minta összeérjen, mert a közepén, oké, és a közepére fogjuk tenni a szórógyöngyöt és a követ. Mehet be, köszi. Fú, borzasztó nehéz, nem gondoltam volna, hogy ennyire nehéz úgy csinálni, hogy késik a hang és a kép nem stim, de próbálok arra figyelni, hogy amire hozzátok eljut a kép, addigra benne legyen a keretben. Nagyon magam felé húzom a kezét. Igen, sajnos ez rossz szokás. Oké. Megvan az első mintánk, így néz ki. Én a szolidabbra mentem most rá, mert azt vettem észre, hogy egy kicsit az esküvői témában a mennyasszonyok visszafogottabbak lettek. Nagyon letisztultak a ruhák, kicsi csipkével, kicsi díszítéssel. Kipöttyintek egy picike glúgélt a gyűrűkémre. Ezzel a glúgéllel mindent lehet csinálni. És elég ciki, ha elmesélem, de egyszer olyat csináltunk vele, képzeljétek el, hogy az egyik ismerősömnek volt fogékszere, ami leesett. Na, és amikor leesett ez az ékszer, ott maradt a kőnek az alja. Ezt fogorvos rakta föl neki, és megkért engem rá, hogy amikor leesett, hogy ragasszak már oda neki egy követ. És képzeljétek el, hogy ilyen glugellel raktam vissza. És tovább fönt volt neki, mint amit a fogorvos fölrakott. Jó, elvileg most benne vagyunk a képben. Jó. Pici szórógyöngy, nem kell túlzásokba esni. Nagyon szeretik a vendégek, és kevésbé hagyják el a szórógyöngyöt, mint például a köveket szokták. Mondjuk hála Istennek nálam most se nagyon, de azért van rá példa, aki olyan helyen dolgozik, vagy kesztyűben, vagy ilyesmi, hogy azért el tudják hagyni. De jellemzően úgy hozzák vissza azért, hogy van. Én teszek ide a rácsba is egy-egy szórógyöngyöt. Azt tudjátok ugye, hogyha a szórógyöngyöt megforgatjátok a glúgélben, még tartósabb lesz.
Mert akkor nem csak az az egy pötty felület, ahova leteszed, lesz ragasztós, hanem ugye az egész gyöngy is az. Oké. Közben elcsúszkáltak a szórógyöngyeim. Oké, mehet be. Nem látom a kommenteket. Jó, tehát itt dolgozzak. Jó, igyekszem. Oké, ránéznél egyszer, hogy van-e valami komment? Valami kérdés? Jó, oké. Oké, rendben. Na. Elkészült az első díszítésünk. Mint láthatjátok, egy picike, szolid, mégis csillámos. Ide a kettő közé, elvileg. Most megfordult a kamera. Bocsánat, megfordult a kamerám. Tehát... megpróbálnék ránagyítani, de már nem merek semmit csinálni. Oké. Oké. Ránagyítunk. Jó, nem nagyítunk, kicsit feljebb emelem, mert... jó, igen, tudom, megfordult a kamera, közben már észrevettem és visszafordítottam, úgyhogy bocsánat. A második mintánk egy kis virágos minta lesz, amit megpróbálok megint megmutatni. Mi jöhet még? Ez az élő csodája, komolyan. Próbálom nézni a másik kamerán, hogy mit láttok. Oké. Okay. Jó, a második mintát fogjuk elkészíteni. Tökéletes, maradj így. Jó, és akkor még egy órán keresztül nézitek, ahogy itt tartom ezt a mintát. Ja, Istenem, félelmetes amúgy, hogy az ember hogy tud izgulni. Tehát öt fogom megcsinálni. A lényeg az, hogy megcsináltuk a Silver Shine-nal az alapréteget, ami egy nagyon picit már csillog. Viszont meg fogom csinálni rá a virágmintát, és utána fogok még pluszba csillámot rárakni, mert én szeretem azért, hogyha kicsit csillog az a minta. A balerina és a ezé közé tegyem. Jó. Nos, ehhez a mintához, ezeket félrepakoljuk, egy nail and paint ecsetet fogok használni. Art and paint nevű ecsetet fogok használni, ami egy természetes szőrű ecset. Noémi nem éri röhögni. Jó, tehát őt fogom használni. És a krémgélt. És a kis gyűrűt megint. Veszek ki a krémgélből. Okay. Tehát tettem ki ide a kis gyűrűcskémre. És az ecsetet, ha picit erősebben lenyomod a körömre, és finoman engeded, ahogy húzod, engeded, akkor nagyon szép erezett mintásra tudja csinálni ezt a kis szirom mintát, úgyhogy majd mindjárt... hát, kösz Péter, köszi, ezzel most megnyugtattál. Na mindegy, inkább el is kezdem a mintát, mert már hát ez félelmetes. Nos, lenyomod, kicsit megmozgatod, húzod és elengeded. Van még szedünk föl egy kicsit ebből az anyagból. Én jó, tele szoktam tunkolni vele az ecsetemet. Mm.
lentről. Bocsánat, ha a kezem most kitakar, de majd mindjárt. Oké. Körülbelül. Írja az egyik vendégem, jól nyomod, csak nehogy elszóld azt a titkos szót. Igen, mert nagy félelmem volt, hogy nehogy egy csúnya szót véletlenül kiejtsek a számon. Itt menet közben, ezen izgultam egész héten, hogy nehogy az, vagy leessen a kamera, de hát most már előbb miután itt átfordult, oké, mehet be. Így már azon túl vagyunk, azon a részem. Úgyhogy még próbálkozom azzal, hogy azt a csúnya szót nem mondjam ki. Ha megvan ez a virágocska minta, akkor utána lefedjük az egész körmöt, ugye az extrém glosszal, és teljesen kiköttetjük. Majd aztán fölrakjuk még a szórógyöngyöt és a köveket. Ez nem egy nehéz minta körülbelül nekem a szalomban, hogyha nincs zavaró tényező, mint például 300 néző, akkor körülbelül 2 perc alatt szokott sikerülni. Megmutatom még egyszer az ecsetet, az Art and Paint. Jó? És el ne felejtsétek, hogy a 0620 kucmartina kuponkoddal tudtok 2 napig 15% kedvezménnyel vásárolni a webshopban, ami nem csak a most bemutatott termékekre, hanem mindenre vonatkozik. Oké, csak ezzel a nagy gyűrűvel elég nehéz. Föltesszük ezt a pici csillámot, hogy utána ezzel együtt lehessen már lefedni. Ugyanazt a csillámos géllakot használom, a Hypnotic Silvert, az E004-es számú, amúgy. Én nagyon szeretem. Jó, ő van az én körmömön is. Bocsánat, próbálok benne maradni. Oké, mehet be a lámpába. Gyorsan meglámpázzuk őt is. Én nem szoktam ilyenkor teljes köttetést, mondjuk 3 percet köttetni, meg ilyesmi, sőt, körülbelül 10 másodperc után oké, adhatod is. Jó, most lekenjük az extrém glosszal. A tesóm nagyon cuki közben, mert itt feszítgeti az ujját, hogy ti lássátok, de közben én nem látok semmit. Úgyhogy elég vicces a dolog, hogy az ecset húzás közben megmozdítja az ujját jó mereven tartva. Ilyenkor szoktam megrázni a vendég ujját, hogy engedje el, mert el fog törni a kezem. Jó. Oké, adhatod. Nem köttettük ki teljesen, mert azt szeretném, hogy a hosszú vonalaknál vigye az anyagomat, vezesse az anyagomat az extrém gloss. Hát akad a nyelvem is, gyerekek, nagyon durva. Na, most megint előveszem a long ecsetemet, a deluxe gélemet, és szép hosszú vonalakat fogok festeni. Az egyik tanfolyamom alkalmával megtanultam, hogy minden kis inda a virágba, vagy a virágból indul. Ezt az egyik kedvenc oktatomtól tanultam. Jó. Oké, és kicsit elhúzzuk a hegyét. Teszünk ide még egyet. Oké, mehet be a lámpába. És már csak teszünk rá egy-két követ, szórógyöngyöt, és ő is kész. Ezt a gyűrűt leveszem, mert azt mondja a tesóm, hogy attól nem lehet látni semmit, de így fogom használni. Amúgy szilikon kis lapocskákat szoktam, de gondoltam, megmutatom nektek, hogy van ilyen gyűrünk is. Csak hogy lássátok, hogy van. Oké, adhatod. Megvan maga a minta. Látjátok, nem egy túl nagy valami, túl nagy dolog. És akkor a közepét fogjuk kövezni és szórógyöngyözni. Szerintem a szórógyöngyből sosem elég. Na hát a kőből sem mondjuk, de pici szórógyöngy és a kő. Nem szeretek ilyen mintákba túl nagy köveket tenni.
inkább a szórógyöngy, nagyon szórógyöngypárti lettem amúgy az elmúlt időben. Annyira feldobja a mintát a szóró, hogy félelmetes. És a vendégeim mindig mondják, hogy úristen, ilyen kis műtyürkéket, hát mire ezt felrakod? Igen, tényleg amúgy, mire ezt felrakom, de... Nincs semmi kérdés? Válaszolhatsz, hogy igen, ne, vagy nem. Azt írják, hogy messze van a kép, meg egy gyűrű visszacsillog. Jó, a gyűrűt már levettem. Nem, itt van alul is az visszacsillog. Ja, hogy vissza, innen visszacsillog. Jó, elvettem. És mindjárt megpróbálok rá elnagyítani. Így esetleg, csak akkor viszont be kell lőnünk megint a képet. Egy nagyon picit így mennyi. Jó. Köszönöm szépen, Noémi! Még várja. Jó, egy nagyon picit úgy följebb vittem az ujjadat, várja. Még egy picit megpróbáljak nagyítani. Ha nem enged. Jó, így. Ennyit tudok nagyítani. Jaj, szia Dóri! Kb. Mindenki itt van. Mondtam mindenkinek, hogy nézzenek, legalább valami ismerősöm nézze. Mondtam apukámiknak, engem azt se bánt, ha két ember fogja nézni. De azért örülök neki, hogy ilyen sokan vagyunk. Elraktam minden ezt a gyűrűt, mert nagyon visszatükrözte, úgyhogy most a saját ujjamat használom. Jó, és még ide fölülre fogok tenni szerintem. Jó, így a kép, ránagyítottam. Jó, oké, akkor benne van. Jó. Oké, mehet be a lábába, köszönöm. Fú, egész gyorsan haladunk. Kérdezzetek nyugodtan, így hirtelen mit is mondjak nektek. Még mindig nagyon izgulok. Mutatom a mintákat. Elvileg. Oké. Közben elkészült a második mintánk is, de megvárom, amíg egy picit beérem magamat a képpel, meg félrerakom azt, amire most nem lesz szükségem, és lecserélem arra, amire, ami fog kelleni. Most váltjuk át a Silver Shine-t, ugye a csillámos elasztikunkat, a normál elastic cover pinkre. Na, nálam ő a favorit anyag, tehát hogyha egy kedvenc anyagot, na jó, hazudok, ha kettőt kéne mondanom, akkor ő lenne a top 1, és az akril cover pink, akril gel cover lenne a második anyag, mert az a másik kedvenc anyagom, amivel egy álom dolgozni. Na. Noémi üzeni gyere egyet. Ú, Noémi, kettőt is. Hadd hazamegyek este, tuti iszok valami, egy pohár bort tutira. Na, a maradék két körmöt ugye ezzel a cover pinkkel fogom behúzni. Benne vagyunk a... Most késünk, de majd figyelem, csak... Jó. Picit. Oké, megvárjuk, amíg bemegyek a képbe, hogy lássatok is. Oké. Csak ne feszítsd az ujjad, léci, mert én nem látok a... Bocsánat, hogy itt így... Tesómnak ugye nagyon szép a körme, és marha erős is, de képzeljétek el, hogy a karantén után volt olyan vendégem, aki a maga kis boomeres géllakjával, 9 hetes lenőtt géllakkal mehet be, jött vissza, és az összes géllak ugye lenővel, lereszelve, de fönt volt a körmén. Félelmetes volt. Mondjuk láttam olyanokat a karantén után, amit azt hittem, hogy én magam sem fogok tudni megcsinálni, és ez nem nagy képűségben, hanem azért, mert brutális, ahogy kinéztek a körmök. Volt vendégem, aki írta, hogy a férje csiszolja le neki. Az is azért vicces lehetett. Hát megmutatom nektek őt.
hogy mennyire durván nagyon szép árnyalata van, egy ilyen púderes, babás rózsaszín. Csak pont nem vagyok benne a képbe, szerintem. Nem? Jó. Na most belőttük, hogyha elvileg ide teszem, akkor látjátok. Majd mindjárt, mikor utoléri magát a... Kicsit lejjel. Ide, ide. De, ide a kettő közé. Ott jó volt, látták. Na. Jó, hogy jó volt. Oké. Fölrakjuk a másikra is. Mert ugyanazt fogom csinálni mind a kettőnél, ezt a boomert. Én nem építek, képzeljétek el, egyáltalán nem építek franciát már szalomban, mert mindent meg lehet csinálni géllakkal és ombre szivacssal, vagy ombre ecsettel, attól függ ki, melyiket használja. Benne vagyunk a képben. Jó? Ezt kár, hogy nem látjátok amúgy. Mehet be, hogy a fejem hozzáér a lámpához, a kamera a fülemhez. A covert, ezt az elasztik coverpinket le fogom kenni matt fedővel, mégpedig azért, hogy ne legyen szemcsés, egy picit sem. Mert ugye a szivacsnak a pici buborék, a szivacs miatt ilyen pici buborékok szoktak benne lenni, de hogyha teszek rá egy réteg mattot, egy réteg velvet matt gélt, akkor azok nem lesznek, azok a pici buborékok. Adhatod? Itt lőjük be. Tehát most ezt lekenjük szépen. Ugye tudjuk jól, hogy éget. Amikor valakinek új vendégem jön, és először teszek fel mattot, akkor szokott lenni sikítás, hogy úristen. Bár el szoktam mondani, hogy ne lepődjenek meg. Forró lesz, de azért mindig van valaki, aki meglepődik ezen. Jó, csak átforgatom így egy picit, hogy lássam, hogy mindenhol lekentem-e. Oké, mehet be. Nagyon jó ez a velvet matt. Nagyon szeretem. 3-4 hétig is matt marad a felülete. Gyönyörű, szép, és mondom, olyan puha kis bársonyos lesz tőle a köröm, hogy így azt veszitek észre, hogy simogatjátok a körmötöket. Legalábbis én szoktam olyat, hogy ülök, és így simogatom a körmöcskémet, hogy de jó érzés. Én nem szoktam bufizni, persze lehet, de mivel én egy rétegben vittem most fel a kóvert, ha én nem szeretném, hogy kicsiszoljam a körméről a szint, amit ad maga ez a cover. Lehet bufizni is, sőt, lehet szórni. Régen szórták porcelánporral. Én azt sem szerettem. Most az lesz, hogy az ombre stickkel a végét, viszont kéne nekem a gyűrű, bárhova is raktam. Veszek ki. Nagyon jó kis anyag, ez most jött be hozzánk újdonságba, a nyomda és festő zseli. Egyszerre tudtok vele nyomdázni, és tudtok vele díszíteni, festeni, felületi festést. Ez egy fixmentes zseli, tehát utána nem kell fedni, ezt a fedőfényre tehetitek rá. Nagyon-nagyon jó kis anyag. Én ebből kipöttyintek ide a gyűrű lapjára, amit ti most nem láttok, mert akkor, ha visszarakom, nagyon fényes lesz. De azért megpróbálom. Hogy beledolgozom ebbe az ombre stickbe, az elejébe. Próbál mutatni, remélem látszik. És hogyha belepacsmagoltam, akkor utána mehet a körömre. De éppen hogy csak az elejére.
Ez egy, tesó, mit súg, hogy van kérdés, egy sűrű zselé, sűrűbb, mint a deluxe, és sűrűbb, mint a krémgél. Én nagyon szeretem, nagyon, pont jó az állaga. Most ezt így nehéz lenne elmondanom, de tényleg. Tehát nem híg, nem folyékony, könnyen kezelhető, nem csúszkál maga az anyag. Úgyhogy pont elég sűrű ahhoz, hogyha felviszel egy mintát, az ne menjen már onnan sehova, akár fényes felületen sem, vagy fényes felületről sem. Két rétegben fogjuk fölvinni. Dobd be a lámpába, légy szíves. Jó. Lehet hozzá kapni cserélhető fejeket. Amúgy gyönyörű, szép, nézzétek meg, hogy csillognak benne ezek a kövek. Imádom. Ugyanilyen a pontozók is, csak abban lila kövek vannak, a gurulgatnak itt az ecseteim. Jó, adhatod. És akkor felviszünk belőle még egy réteget. Nem csillámlik be a gyűrűnek a... Most nem. Jó. Hát én alapból egy 30 másodpercig szoktam, mondjuk két réteg között nem. Két réteg között 15-20 másodperc, de a teljes kötés az 2 percig a hagyományos lámpában. Én mindent gyorsan csinálok, tehát én nem annyi ideig szoktam köttetni, ameddig mindenki más. Úgyhogy... De amúgy 2 perc kötés. Hogyha teljesen kiköttetitek. Most már csak meg kell találnom, mert én vissza szoktam rakni a nejlonjába, mert hogy benne marad, hagyjátok benne a festőzselét. Én nem szoktam ezt a nyomda festőzselét, nem szoktam belőle kitörölni, kimosni, kiszedni. Úgyhogy ezt én megpróbálom így a dacsiába visszarakni, és úgy szoktam elrakni, hogy ugye ne menjen rá a szőz, a por semmi, bár a fiókba por nem megy, de akkor is. Jó, ha megvan a boomerünk, akkor az egyiket lekenjük a milky pinkkel, csak hogy lássátok, milyen az, hogyha teszünk rá egy ilyen lehellett, vékony, pici. Megmutatom közben ezt az anyagot, egy pillanatra vidd odébb a kezed. Ő a Milky Pinkünk. Hát ez egy álom. Remélem látszik. Ha valaki nem szereti ezt a kicsit barnásabb árnyalatot, amilyen a covernek a Cover Pinknek az árnyalata, akkor ha fölrakta rá a fehéret, nyugodtan húzza rá egy réteg Milky Pinket. Egy ilyen babapúder színárnyalatot ad neki, úgyhogy én most fogok is rátenni az egyik újra. És elveszi az élét. Igen, már nem jut eszembe a szó se. Tehát így lehúzzuk szépen. Jó, mehet be a lámpába. A másikat csinálhatjuk. Oké. Ki szereti még rajtam kívül? Ezt...
Nem, nem pattan le, nyugodtan. Lehet rakni a fényzseli alá és a fényzselére is. Rakhatod műkörömre és géllakra is, ez nem pattan le, ez nem megy onnan sehova. Oké. Na. Viszont őt, mivel ő ragacsos, le kell fixálni, hogy a mintát meg tudjuk festeni. Ezt a mintát a tesóm szavazta meg, úgyhogy remélem meg tudom neki csinálni. Na. Ezt elvesztük. Ide húzom, hogy lássátok, hogy körülbelül melyikről van szó. Őróla. A harmadik mintáról. Deluxe géllel fogom megcsinálni, és egy nagyon pici csillámos lakkot is fogok használni hozzá. Ezt a Hypnotic Silvert. Na, tehát longecset és deluxe gél. Két jó hosszú vonalat húzok. Oké, mehet beköttetni. A két vonal közti részt pedig be fogom tölteni ezzel a géllakkal, ezzel a csillámos géllakkal. A kuponkódot ne feledjétek, 0620 Puc Martina, és ma 18:00-tól két napon keresztül él. 15% kedvezménnyel vásárolhattok a Perfect Nails webshopból. A videó visszanézhető lesz a Perfect Nails Europe oldalon, mint ahogy az összes többi, illetve a YouTube-on is fent lesz. Na, meg is van a két hosszú vonalkánk, akkor betöltjük a csill. Oké. Okay. Jó, megvan. Éppen, hogy egy nagyon pici csillogást ad a körömnek, mehet be a lámpa alá. Legyen szép a mennyasszony körme, de ne ragyogja túl a mennyasszonyt. Nézzék meg, mondják, hogy szép, de azért legyen ő a nap sztárja. Jó, akkor most váltunk a longról a short ecsetre. Én ide fogok tenni a körmömre, hogy ne kelljen mindig belenyúlkálnom a tégelybe, mert nem szeretnék. Pici félköröket fogok leírni a vonal mentén, fölül is és alul is. Nem kell, hogy nagyon szabályos legyen, persze legyen félkör alakja, de nem kell megijedni. Hát most nekem furcsa így, mert kerülgetem a fejemmel a lámpát. Oké, fönt és alul is. Illetve alul és fönt is. Mert nekem szokták mondani a vendégeim, hogy de alulra tegyek követ. Én meg szoktam mondani, hogy ez felül van, mert ugye a köröm növekedési iránya mehet. Ez föntről lefelé van, nem pedig lentről fölfelé, úgyhogy így nagyon cuki. De hallottam már olyat, hogy valaki mondta, hogy neki felnőtt a körme, és ide pedig be kell raknunk a töltőt, mert le fog merülni a telefonom. Egy pillanat. Oké. Okay. Na. Most már van töltőnk is. Adhatod. Oké, megvannak ezek a kis félkörök. Bocsánat. Így jó. Mindjárt megvárjuk, hogy mi látszódik. Nagyon picit följebb megyünk majd.
Egy pillanat, csak ahogy ráraktam a töltőt, elmozdult a kamera, mert miért ne tette volna, úgyhogy most újra belőjük, hogy hova kell tenni a tesóm kezét. Ne menj el, mert késik a kép. Tudom, csak tudom. Mindjárt. Jó. Na, elvileg most sikerült megint belőni. És akkor a következő lépés, hogy három pici kis indát teszünk minden félkör közé. Lerakod az ecsethegyét, amin van egy nagyon pici deluxe gél, tehát lerakod, megmozdítod és húzod. Hogy ilyen szép kis pufi legyen a hegye. Látszik? Uh-huh. Jaj, gyere meg a kezem. Jó. Jó, megvan az egyik része, mehet be a lámpába. Ezt megcsináljuk felül is. Ugyanaz a három picike kis vonalka. Nagyon sokat tud rajta dobni. Amúgy most azt nézem, hogy az én körmömön is van. Mindjárt megmutatom nektek, ha benne leszek a képben. Vannak köztünk mennyasszonyok, akik még csak most fognak férhez menni? Így a nagy koronajárvány azért eléggé keresztül húzta, mert nekem is a vendégek közül van, mondom, négy mennyasszony. Van, aki áttette jövőre az esküvőjét. De van olyan, akinek most lesz az esküvője, és meg is tartják? Milyen körmöket fogtok kérni? Maradtok a hagyományosnál, boomer, francia, vagy lesz, aki bevadul? Oké, ha ez az oldal is megvan, akkor majd mehet be. Igen, hogy van, hogy mármint, hogy mennyasszony vagy Kitty? Most lesz az esküvőd esetleg? Szegény vendégeimet nagyon sajnáltam. 21.08, aha. Na megvárjuk, még megint beáll a kép. Jó, egy picit följebb, oké. Okay. Nagyon nehéz így, hogy nem tudod, hogy hol vagy a képben. Jó, most a közepét fogjuk bepontozni, amihez van egy csodaszép kis pontozónk. Minden félkör közepébe teszünk egy-egy pöttyöt, amiket majd aztán össze fogok kötni három kis vonallal. Jó, és megpróbálunk fölülre is. Oké. Okay. Ezt is szépen megköttetjük. Ilyenkor nem szoktam sokat várni, tehát nem köttettem ki teljesen az anyagot, mert visszateszi a lámpába utána. Pont csak annyira húzza meg a lámpa fénye, hogy ne folyjon el. Akkor kiveszi, megint hozzáfestek, megint mehet be a lámpába. Oké, okay, adhatod. Na, most akkor ezt a kis pöttyikét összehúzzuk. Okay.
megvan a kép. Oké. Okay. És még mindig a kis sortacsitemet használom. Tehát megvan ez a pici pont a kellős közepén, és ebből három egyenes, nagyon picike kis vonalat indítok, mondjuk 3 óra, 6 óra és 9 óra irányába. Nem kell, hogy túl szabályos legyen, igazából az a lényeg, hogy legyen benne vonalka. Én nagyon szeretem. Igazából berácsozzátok a kis félköröket. Addig elmondom közben, hogy használtunk eddig velvet matt gélt, használtunk elastic cover pinket, használtunk egy hypnotic silver csillámos lakkot, extreme gloss fényt, Deluxe gélt, és az új nyomda és festőzselénket, nullás long és nullás short ecsetet. Persze majd megtaláljátok a leírást a kommentekben, meg az eseménynél mindenhol a listát, az anyaglistát, de azért inkább elmondom. Visszanézhető is lesz, mert ez szokott a leggyakrabban feltett kérdés. Sek között szerepelni. Oké, okay, most megmutatjuk, hogy milyen, és akkor, ha lehet látni, akkor majd utána berakjuk a lámpába. Oké, okay, és akkor jöhet a kedvencem, a szórógyöngy. Minden három kis vonalka tövébe fogok rakni egy-egy darab szórógyöngyöt. Ezt nem szeretném sem kővel, sem semmi mással már tovább túlni, mert pont elég szerintem ez a minta így önmagában. A kis szórógyöngyünk. Ezek egyforma méretű szórógyöngyök, nem úgy, mint a hazai piacon található többi márkánál, például a Tégelyben lévő szórógyöngyök, ők egyformák. Egyforma méretűek, van belőlük arany, ezüst, rozé és szürke színű is. Teszünk ki egy kis glúgját. Azt hiszem, hogy a körmömre fogom rakni, mert az nem veri vissza a fényt legalább. És akkor mindenhol a három kis vonalkat tövébe teszek egy nagyon pici glúgélt. Oké, és akkor most felvesszük a kis szórógyöngyünket. Amit én megforgattam a glúgélben. Ugye sokkal tartósabb így a szórógyöngy. Fedhetitek, de ugye mi már ezt lekentük extreme gloss-szal. Tehát a kész a minta, lefedhetitek, de én nem fogom, nem szoktam ilyenkor már, nem fogják elhagyni. Oké. Okay. Remélem raktam mindenhova. És akkor nagyjából körülbelül kész is van ez a harmadik mintánk is.
És jöhet az utolsó, ő van a körmömön, tehát most megint megpróbálom ide megmutatni nektek, hogy a középső ujjamon ez a minta van. Megpróbáltam magamnak is fölrakni. Nem fogadja el a kódot. Aha. Nekem pedig azt írja a telefonom, hogy nem tölt. Próbáljátok meg egy picit később. Biztos, hogy mindjárt segítenek rajta a kollégák, hogy elfogadja. Úgyhogy nyugalom. Menni fog az. Sajnos előfordult a múltkor is, hogy egy nagyon pici késéssel sikerült a kódot használniuk. Nekem sem fogadja. Hát Péter, légy szíves a kuponkódnak, nézzetek utána, hogy mi történik, mert azzal én most sajnos nem tudok, igazából nem tudok én most nagyon sok okosat mondani. Megvan ugye a mattunk, amit most le fogunk kenni extrém glosszal, mert alapjáraton én azt szeretném, hogy ez a mintánk csak maga a minta legyen matt, amit majd porcelánpor segítségével fogunk elérni. És persze, hogy van benne valami. Hát ez a szösz, hogy került ide. Tehát akkor újra kezdem. Megcsináltuk az alapot ugye a coverrel, az elasztik coverrel, coverpinkkel, oké, mehet be. Aztán utána az ombre stickkel és a nyomda festőzselével bumereztük meg a végét. Két rétegben megköttettük, és most pedig ráteszem az extrém gloss-t, mert azt szeretném, hogy maga a köröm fényes legyen, mert a minta majd matt lesz. Nem tudom, hogy közben a kommentek... Jó, Péter már intézi, nagyon szuper, köszönöm szépen. Utána nézünk, és akkor úgyis mindjárt meg fogja írni a kommentekbe, hogy mi történik. Jó, ezt most teljesen kiköttetjük. És akkor ide készítem, ami nekem kelleni fog, mégpedig fehér porcelánpor. Igazából lehet clear porcelánpor is, tehát átlátszó porcelánpor, de a fehér, én most fehéret fogok használni. A short ecsetemet, a deluxe gélemet. Benne vagyunk a képen, mindjárt kiderül. Jaj, fog kelleni. A bőrfeltoló kaparó nekem segítségül lapátként. Mondtam a fotós vendégemnek, hogy csak úgy fotózhat, hogy 15 kiló mínusz, és nagyon baba kis pofikám legyen hozzá. Úgyhogy remélem, olyanok lesznek a képek. Na, a minta maga abból fog állni, hogy csinálok pár kis csiga mintát, amit szintén be fogok vonalkázni. Ezt a mintát pedig beszórom majd porcelánporral, megköttetem, és úgy díszítek még majd hozzá pluszba. Úgyhogy a nullás short ecsettel csinálok csigabigákat. Okay. Ugye fényes felületen kicsit most nehezebb ezt a csigát megcsinálni, mert hogy csúszkál az ecset már rajta, de azért megpróbálkozom vele. Nem kell sok,
Jó, és amikor megvan a három kis csigabigánk, akkor ezeket a kis csigákat bevonalkázom. Tehát ugyanazokat a pici, egyenes kis vonalakat középre behúzom. A csigabiga fejétől indulok. Tesszom, annyira cukin akarja mutatni nektek, hogy közben kitöri az ujjamat. Teszünk hozzá ide alulra még pluszba. Oké, ha ez a minta megvan, a kis csigabigánk, akkor ezt beszórjuk a porcelánporral. Mégpedig a jó kis bőrfeltoló kaparunkat segítségül hívjuk. És éppen, hogy csak egy picit megkintjük. Ezt lehetne a pixi porral is, de úgy gondoltam, hogy most legyen a fehér porcelán. Oké, mehet be a lámpába. Ennyi, pont ennyi porcelán kellett hozzá, porcelánpor. De maga a minta többi része viszont fényes lesz, mert még most fogjuk kipótolni. Most még teszünk hozzá egy picit. Behúzom ide, hát ha látszik a minta. Ezeknél a díszítéseknél én használtam még a flakesekből, a metal flakesekből, nagyon-nagyon cukin tudnak kinézni a körmön. Használtam a pixi port, csináltam egy 3D-s kis fátyolhatást, használtam ugye ezt a Hypnotic Silver lakkot, túl sok minden nem kell hozzá, mégis nagyon látványos és nagyon ütős. Az összes vendégem kiszúrta magának ezt a, nem is tudom, hogy fölfelé vagy lefelé vigyem a képet, a kövekből kirakott mintát, és azt mondták, hogy olyan, mint a jázmin lenne. Nekik az jutott, az arab világ jutott eszükbe róla. Mondtam, hogy jó, köveket nem fogok felrakni így simán magában mintának, mert azt mindenki amúgy is tudja szerintem. Úgyhogy, na megmutatom, hogyha ezt most már elvesszük innen. Megjött tesom körme, leportalanítom ezzel a szupi kis unikornis portalanító kefével. Oké. Okay. És akkor megmutatom nektek, hogy maga a minta matt, viszont az alapunk fényes. És ehhez fogjuk majd még használni megint csak az Art & Paint gel, vagy ecsetet, bocsánat. És a kis nyomda festőzselénket. Az ecsetnek a hegyét mártom csak bele. Mindjárt megvárjuk, hogy megint képben legyek. Jó, elvileg most jó. És ugyanazt, amit a második mintánál csináltunk, azt a virágot, abból három darab kis szirmot fogok, 54-et, mert még fogok rakni a másik végére is egyet. Jó, megvárjuk, amíg megtaláljuk a szöget, de szerintem nem arra kell menned. Jó. Jó. Oké, most elvileg jó. Teszünk, lenyomjuk az ecset fejét, megvárjuk, amíg kicsit szétnyílnak a szőrök, és húzod magad felé, és engeded el. Tehát lerakod, szétnyomod egy picit, húzod, és elengeded. Lerakod, nyomod, húzod, elengeded.
Ebből teszünk még ide is. Oké. Okay. És pluszba teszünk hozzá kis indákat, mert hát ez nem maradhat el. A nullás sort ecsetünkkel. És most ugyanezt a festő, nyomdafestő zselé anyagot használom. És látjátok, hogy mennyire szuperül lehet vele vékony vonalakat is húzni. Oké. Megvárjuk, amíg utolérjük magunkat a képen. Megköttetjük, és erre is jöhet a kő és a szórógyöngy. Egyszer képzeljétek el, kiöntöttem egy tégennyi szórógyöngyöt az asztalra, és gondoltam, hogy fú, nem baj, nekem úgy is van a mágneses nyomdák, vagy a mágneses lapokhoz mágnesem, majd azzal felszedem, mert ez mekkora ötlet. Aha. Összeszedte a mágnes az összes szórógyöngyöt, mivel ez fém, majd aztán rajta maradt ezen a mágnes fejen, és onnan meg nem bírtam leszedni. Úgyhogy söpörhettem bele a kukába egy egész tégennyi szórógyöngyöt, nagyon boldog voltam tőle. Előszedjük a kis köves tégelyünket. Valahova úgy teszem, hogy majd a kezed látszódjon. Oké, adhatod, köszönöm. Belőttük a képet elvileg, és ide a kis virág mintának a közepére fogunk tenni, illetve a szélére, ahol van ez a kis sziromka. Nem túl sokat, egy-egy pici követ. Én most a legkisebb követ használom, a hármasat. Megvárjuk, amíg beérünk. Na, valaki kiabál a busz megállóba. Oké. Tesszom, a navigátor elvileg azt mondja, jó, úgyhogy akkor rakhatjuk. Oké. És ide. Mondd, hogy merre menjek. Jó. Erre tartsak. Nem szeretem, nem szoktam, nagyon ritkán szoktam, inkább úgy mondom, nagyon ritkán szoktam körbe rakni a követ. Teljesen körbe szórógyöngyel. Én jobb szeretem így szanaszét rakni, sokkal látványosabb szerintem. Mondom, szerintem. Kérdezik, hogy a kövek is perfektesek. Igen, igen, igen. Meg van itt ilyen kis ékszerem is, ami szintén van a webshopban. Na. Remélem a kuponkóddal sikerült végül valamit csinálni. Oké. Alulra is egyet-kettőt. Az a jó a szórógyöngyben, úgyhogy megtámasztja, úgymond megtámasztja a követ. Tehát még nehezebben esik ki a kő a helyéről. De amúgy ezek már olyan biztos, atombiztosak ezek a glúgélek, hogy higgyétek el, nekem akkora ékszerek szoktak lenni a körmömön, mint egy hegyomlás, mégsem esik ki. Oké, mehet be. Úgyhogy tényleg ahhoz nagyon nagy csoda kell, hogy az ember kiszedje onnan magának. Ó, ki írta, szóval hogy álom szép. Anya, azt írta, álom szép. Köszönöm szépen, anyukám. Igen, írják, hogy gyönyörű, köszönöm szépen, nagyon cukik vagytok. Pff,
Fú, azért a para még mindig rajtam van, de nem mondtam ki a csúnya szót legalább. Ez is előny, hogy ez is egy nagy dolog. És nem vertem le nagyjából semmit. Úgyhogy még mindig 230 fölött vagyunk. Összesekentem magam, úgyhogy nagyon ügyes voltam. Adhatod? Na, megvárjuk, amíg beáll a kép. A kuponkódunk, ha már fog működni, vagy már ha működik, akkor 0620 Puc Martina lesz, amit ma 18:00-tól két napon keresztül tudtok felhasználni. 15% kedvezményre jogosít fel titeket a Perfect Nails webshopjában. A videó visszanézhető lesz, az anyaglistát megtaláljátok a kommentek között, az esemény mindenhol. Úgyhogy ha esetleg bármi kérdésetek lesz, vagy van még pluszba, Mivel szedem le a teli köveset? Hát nekem van erre egy csiszoló fejem, amit csak erre használok. Ez egy no-name csiszoló fej, mert nem szeretek drága csiszoló fejet ilyenekkel tönkretenni, úgyhogy ez tényleg egy nagyon no-name, és már megvan 6 éve körülbelül. Ezt a csiszoló fejet befektetem a kő oldalához. Most megpróbálom tesómnak egy nagyon picit még elfordítani kezét, így. Megvárom, amíg látjátok ti is. Aha, odébb kell mennünk. Mindjárt pillanat, odébb megyünk, és akkor fogjátok a másik irányba. Igen, ez vicces. Mindjárt megyünk. Na, megérkeztünk. Tehát én így oldalról beszoktam fektetni a kőhöz és a szórógyöngyhöz is. Figyelj, valahova ide. Mindjárt belőjük. Mindjárt megkeressük a tökéletes szöget. Ez képben van. Én valahol itt a nulla fölött. Na most, talán. Oké, talán. Na, még mindig el van csúszva. Jó, na, tehát mutatom akkor, amint látom a képet. Jó, most már jó. Na, tehát én oldalról beszoktam fektetni a csiszolófej élét a kő széléhez. És pikpak kiszedi. Úgy kivágja onnan a követ, meg a szórógyöngyöt. Tehát én nem ledarálom, lecsiszolom, mint ahogy régen csinálták, hanem így kivágom onnan. Na, jó. Most megvárjuk teljesen, amíg belövöm, mert... Nagyon el van maradva. Uh-huh. Aha, borzasztó. Tehát nem hiszitek el, de legalább ilyen félperces csúszás van a videóban. Na, akkor mutatom. Tehát játszós csiszolófej. Nekem ez 6 éves, meg nem tudom mondani, hogy honnan van, de biztos, hogy van nálunk is a webshopban amúgy. Érdemes egyet beszerezni, és utána ezt évekig tudjátok használni, mert ennek ugye annyira nehezen kopik az éle, hogy ezt nagyon-nagyon sok kő kiszedésére fogjátok tudni használni. Mondom, nekem évek óta megvan, és még mindig így néz ki. Úgyhogy magát az élét szoktam használni, nem tudom, hogy tegyem, hogy lássátok. Tehát az élét betámasztod a kőnek az éléhez, vagy a szórógyöngy éléhez, és azonnal kiviszi, úgy kiröpteti, úgyhogy csak óvatosan vele.
Úgyhogy én nagyon-nagyon gyorsan a teliköveset így szoktam leszedni, illetve a nem teliköveset is. A telikövesnél a szélét indítsátok meg, valamelyik szélénél elkezditek, és onnantól felszedi az összeset. Mert a glúgil, ami alatta van, ugye az egy réteg, és azt végig leszedi, lehúzza az összes követ. Nagyjából elkészült az összes minta, amit én mára szántam nektek, még időben benne is vagyok, hála jó Istennek, nem történt semmi katasztrófa. A kuponkód 0620 pucmartina, remélhetőleg már megoldották. A srácok, tudtok rendelni, remélem tetszett a videó, nézzétek el, nekem nagyon-nagyon izgultam, és akkor mutatom így is, hogy az enyém is ott van meg. Kérdezek, melyik szín van a körmöden? Az én körmömön a kedvencem, a 193-as chili, de ezt úgy képzeljétek el, hogy 7 hónapja ez a lak van a körmömön, karantén előtt, után végig mindig ez van a körmömön. Na hát pont nem látszik, de nem baj. Egy picit vidonnan a tied? Nem fogom bírni visszarakni. Nem baj. Ez meg az én körmöm. Mindjárt megmutatom ezt is. Ez egy álom, ez a piros amúgy, imádom. Azért raktam rá, hogy a menyecske ruhához is menjen valami szín. Amúgy nem szeretem a boomert és a franciát, úgyhogy most valószínűleg majd leszedem és megcsinálom a sajátomat, de akkor megmutatom a tesómét még egyszer, mert a tesóm megmutatja. Így jó, mert így jó. Az anyaglistát megtaláljátok a kommentek között. Ha bárkinek bármi kérdése van, nyugodtan rám írhat privátban is, vagy hogyha valami nem volt világos vagy tiszta, vagy valamit szeretne még pluszban tudni, akkor nyugodtan a saját profilomon, a Winnie Nail Art körmös oldalamon is írhattok, a Perfect oldalra is írhattok, a Perfect Nails Europe oldalra, kommentbe is írhattok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek a türelmet és azt, hogy végig velem voltatok és néztetek, és a nagyon sok szép kedves kommentet igyekeztem. Majd lesz jobb is. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy velem töltöttétek a szombat estét. Próbáljátok ki a mintákat, és várom őket, nyugodtan küldjétek el nekem. Köszönöm, sziasztok!